Hogy mi történik könyvtári zárás, szünet előtt és nyitás környékén, ez így van. Azon kívül sok minden más egyéb tartozik a mi feladatkörünkbe, amit önként fölvállaltunk. Többek között kis csoportok létrehozása, támogatása, fenntartása. És ha már hagyományról van szó, az imént a hagyományőrző néptánc együttes tisztelget, a ma előadója, a mai rendezvényünk apropójából létrehozott Kalocsai Kincses Láda rendezvényén, és akik itt az imént szerepeltek, ők ott vannak valahol brossúrában, könyvekben, kiadványokban, CD-n, de hitünk szerint minden dokumentum annyit ér a hasznossága, amit abból felhasználunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ami archívanyag összegyűlt a könyvtárban, a helyismeret gyűjteményben, akkor van igazán jó helyen, hogyha azt színpadra visszük, megjelenítjük. Az imént egy olyan csoportot láttunk, akik az igazi forrás vidékét ismerik, a kalocsai néptánc hagyományoknak a legesleg autentikusabb
mélységéig eljutottak, nem véletlen, mert olyan tanító mesterük volt, akire ma emlékezünk, és amint látják az első képen, a mai alkalom a Kalocsai Kincses Ládának egy újabb sorozatát jelenti, és puskáznunk kell, ez már a 18. Tegnapi nap, ha idézem fel a tegnapi napot, tegnap is több csoport megfordult, köztük az orosz társalgó, illetve a Tudásklubban Leány Forrasi Vilmos Karnagy úr volt a vendégünk, az pedig a 25. volt a sorban, tehát itt számolgatjuk, hogy mi mindennel gyarapodott a mi statisztikánk, ami önmagában számként valami keveset jelent az emberek számára, de minket arra ösztökél, hogy valóban jó úton járunk, hogyha meghívjuk a vendégeket, az érdeklődőket, úgy, ahogyan most is meghívtuk a város apaját, nagyját, a hagyományt tisztelőket, arra, hogy emlékezzünk arra a személyre, arra a tanára, pedagógusra, arra a táncoktatóra, néptáncoktatóra, együttes vezetőre, és talán még néhány címet nyugodtan adhatnánk Bence Károlynak, hogy mi mindent végzett, mi minden volt közel álló számára, egy rendkívül erős kohézió erőt sugárzott ki a személyisége, és időnként akkor nagy perpatvar volt a csoportban, a csöndességével, a halkszavával összetartotta az embereket. Ez buszos úton előfordult, hogy nem mindenki egyenlően beszélt, vagy egy-egy próbán. A mai alkalommal az a szándékunk, hogy az Évanére emlékezzünk, aki éppen 4 esztendeje távozott, és nem várván évforduló 10 éve, 15-20 éve, mert az idő az iszonyatosan robog, mint a tegnap lett volna, hogy eltávozott közülünk csöndes szavaival. Arra gondoltunk, hogy legyen itt köztünk itt a mai estén, és ezért gondoltunk arra is, hogy aki legközelebb állt az ő szívéhez, őt kérjük meg arra, hogy hívja az égiek közül, a felhők közül ide következő egy órára Bence Károlyné témát. Én szeretném tisztelettel fölkérni Farkasné Bence Évát, Bence Károlyné Évainak a leányát, hogy ivogassa ide a terembe édesanyját. Köszönöm szépen! Erre az előadás is. Remélem, hogy tetszeni is fog majd a végén, amit hallanak. Hát bevezetésként édesanyja Márz prédikájából idéznék. A Hagyományőrző Népi Együttes és a Kalocsa Népművészetért Alapítvány célkitűzései fontos szerepet játszik a népművészeti hagyományuk ápolása, a népművészettel foglalkozó kiváló pedagógusaink, népművészeink munkáinak, szellemi örökségének megismertetése, közkincsététele az ifjúság és az idősebb nemzedékek körében. Hát akkor az életrajzát mondanám el úgy nagy vonalakban. Elnézést kérek amiatt, hogy kronológiai sorrend egy kicsit ide-oda fog csúszni, mert azért ez abszolút nem lehetett úgy egy mondatba, vagy egy témába. Itt a főiskolán együtt táncolt Szabadi Mihállyal, aki napjaink egyik ismert táncoktatója, és az itt ülők közül azért sokan ismerik.
Egy országos szintű tánctanfolyam és egy szexádi gyermektánc képző után néptáncoktatóként dolgozott az iskolai tanítás mellett. Pakson kezdett tanítani, és emellett a helyi színjátszókör tagja is volt. A színjátszás mindig is érdekelte, például ebből a Ne bánts fiam című darabból tudnék mutatni képeket. Főső képen apáca ruhában édesanyja, tehát az én nagymamám is látható. Ugye itt Pakson azért egy pár évet eltöltött. Majd 1964-ben visszakerült Kalocsára, és V. József iskolában tanárként dolgozott, osztályfőnökként is, és végül is utolsó sorban igazgatóhelyettesként. Nagyon szerette a gyerekeket, nagyon szeretett tanítani. Innen a szeretett iskolájából ment majd később nyugdíjba. Hát jött a szerelem 1965-ben, férjezmen Bence Károlyhoz, az édesapámhoz, aki szintén tanított ott az iskolában. A tanítás mellett színdarabokat, kézműves foglalkozásokat, versenyeket, túrákat, táborokat szervezett. A megyei úttörőelnökség kulturális bizottság tagjaként aktívan részt vett az akkori úttörő mozgalomban. Hát itt a jobb oldalon Simon Zoltánnak tisztelet, nem tudom, föl lehet-e ismerni. Igen. Hát az emlékek azért még milyen bennem élnek, ezek az úttörő mozgalmas táborok, egyebek. Jelentős állomás volt, ami szinte minden évben mentünk a Bence kastélyba. Ugye az nem a miénk volt, a gyerek fejjel én azt gondoltam, hogy biztos, hogy az ami tulajdon, vagy a mi miénk. Nagyon sokszor eszembe jut, amikor ugye a táborokba, de hát azért itt ülnek köztünk olyanok, akik szintén a táborokra jó szívvel emlékeznek. Például a rókavadászat, ami nekem nem tudom, nagyon megmaradt bennem, az arról szólt, hogy rókafejeket kivágtunk az anyuval, hát amikor már nagyobb voltam, ugye én is segítettem, és akkor kivágtuk a rókafejeket, papír rókafejeket, kiszíneztük, és akkor ebből rengeteg darabot csináltunk, és amikor hát már kezdett sötétedni, akkor a táborvezető és az ottani pedagógusok, ugye minden gyereket beküldtek, ugye akkor már faházak is voltak, de először még én is kiskoromban sátorban aludtam, ott a Bence kastély mellett ugye voltak sátorok, és abban táboroztak a gyerekek. És akkor beküldték a gyerekeket a sátorba, illetőleg hát a faházakba, és addig a pedagógusok eldugdosták a rókafejeket, ugye mindenhova, fára, bokrokba, akárhova, és utána, amikor már besötétedett, akkor ugye lehetett menni a gyerekeknek zseblámpákkal, és akkor keresgettük a rókákat, és ugye ahány rókát kaptunk, hát szinte annyi csokoládét, hogy valamit adott ugye az anyu is, meg hát ugye az ottani pedagógus, úgyhogy ez az élmény az úgy még él bennem. Hát akkor ugye itt már látszik is, ugye, hát itt vagyok én, ez életének fontos része, ő is úgy írta le, hogy életének fontos része, ugye 1968-ban, koromat le nem tagadva, ugye megszülettem én. Hát ugye utána menjünk tovább, itt már 1973-ról beszélnék. Az ő javaslatára rendezték meg az Országos Úttörő Néptánc Fesztivál a Kalocsai Úttörőházban, ahol az akkori vezető Vén Ferencné Magdi néni volt, aki ugye itt ül körünkben. A város kulturális életének fontos része volt az ő tevékenysége. Népművészet kincseinek felkutatásában, megőrzésében és továbbadásában jelentősen tevékenykedett. Régóta foglalkoztatta az a gondolat, hogy az iskolában oktatni kéne a néptáncot a gyermekeknek is. És ez az álom 1988-ban megvalósult, ami 2000-ig tartott, és 2000-ig minden alsó tagozatban néptánc oktatás volt. Tehát ugye itt a szeretett tanári testület. Hát ülnek itt Cserik Marika néni, ugye aki szintén körünkbe ül, azért sok ismerőst föl lehet fedezni.
Hernyák Ili, aki a felső sorban van, ugye ő is itt ül most közöttünk. Hát meg lehet nézni, akik a B. József Általános Iskolában járnak, vagy jártak, az biztos, hogy ismerősöket összeszednek közülük. És most egyébként ez a kép, ez amikor még ugye tanárként, hát jobban, ez már 97, tehát itt már azért akkor már jobbában tanárként dolgozott. Hát akkor most beszélnék inkább arról, hogy ugye a Kalocsai Népi Együttes alakulásáról. A megalapítást megelőzően ő már 3 éve akkor néptánc szakkör vezetőjeként dolgozott, amikor Budapestről Pálfi Csaba felkérte a már alakulóban levő városi együttes vezetésére. Hát édesanyám nagy megtiszteltetésnek vette ezt a felkérést, de azért önmagában nem eléggé bízva, fiatalon és tapasztalatlanként nem vállalta el. Maga helyett Tóth Ferencet javasolta, aki akkor már több felnőtt csoportot vezetett és természetesen több tapasztalattal rendelkezett. Feri bácsi elvállalta ezt a felelősségteljes megbízatást, és Pécsiné átsarolta Sárika nénivel. 1967-ben megalakult a gimnázium, az asztalos KTS, a háziipari szövetkezet és a művelődési ház csoportjainak egy együttesbe tömörítve a Kalocsai Néptánc Együttes. A nagy együttes mellett 2 gyermekcsoport is akkorjában működött. Az egyiket Pécsi Sándor vezette az Ének-Zenei Általános Iskolában, a másikat pedig édesanyám, ugye a V. József Iskolában. A Kalocsai Népi Együttes a 70-es években élte fénykorát, viszont 1983-ban külön vált az együttes, a gyermekcsoport Tóth Ferenc vezetésével Bokréta néven, és a tánckart és a hagyományőrző csoportot idősebb Urecki Csaba vette át, és édesanyám ügyvezetőként segítette munkáját. Urecki Csaba lemondása után 1985-től az együttes vezetője lett. Nagyon sok külföldi úton vettek részt, ezeket ugye képpel, illetőleg felsorolással most elmondanám. Itt ezek ugye természetesen nincsenek annyira időrendi sorrendben, és remélem, hogy sokantal is ismerik magukat rajtuk. Akkor úgy nagyjából időrendben felsorolnám. 1984 Csehszlovákia Nagyida, Törökország Efezosz, 85 angliai nagy körutazás, ugye sokan részt vettünk rajta. 1986 Jugoszlávia Kamnyik, 1987 Németország Tingen, 1988 Csehszlovákia szintén Nagyida, 89-ben Skócia Helensburg. Ismét Csehszlovákia nagy ide, ugye ez elég sokszor elhangzik, mert majd később is rátérek, tehát itt egy testvérkapcsolat is kialakult közben. 90-ben Németország Kirchheim, ami szintén ugye testvérvárosunká vált. 91-ben Cseh és Szlovák köztársaság, akkor már ugye, és szintén nagy ide. 92-ben Németország, Kirchheim és Wallenberg. 93 Szlovákia, Nagyida. Skócia, Tén. 1994 Horvátország, Donyi Miholjat. Ti jobban tudjátok. Szlovákia, Vinica. 95 Franciaország, Akkor megint Nagyida, Németország, Kirchheim, ezek visszatérő városok. 95-ben Francia, bocsánat, azt már mondtam, elnézést. 97-ben Moldávia, Kahul, Franciaország, hát az Cannes-nak olvastam én, de végülis nem az a Cannes, ami a fesztiválok szoktak lenni, a filmfesztiválok, hanem ez valami másik fajta volt. Németország, szintén Szlovákia, Olaszország, Törökország, Isztambul, Szlovénia, Maribor, Észtország, Tallinn, Andri, Németország, szintén Kirchheim, Görögország, Joannia, vagy valami ilyesmi, Szlovákia, és szintén 2002 Erdély,
Székelykeresztúr, 2003 Spanyolország Rubi és Barcelona, 2004 Románia Temesvár, 2007 Németország Nagystadt, 2008 Törökország Izmir, 2009 Hollandia, az volt a Rülo, 2010 Németország Kirchen, 2011 szintén Szlovákia Nagyida. Az utolsó út, amelyet szervezett, az viszont 2012-ben Litvánia volt, hát sajnos ő már ekkora betegsége miatt nem vállalhatta ezt a hosszú és kimerítő utazást, ahol ugye busszal, vagy ahova ugye busszal utazta. A tárcsoport minden nemű megmérettetése nagyon fontos volt számára. Koreográfiáival többszöri aranyminősítést értek el. Első koreográfiája a Fonóházi esték volt, melyet a búcsúsbál, zöldágkérés, sítgyóavatás, aratóbál és a megfújják a trombitát katona búcsúztató követett. Ezt a számot egyébként a Duna Televízió többször is már bemutatta. Nevéhez fűződik 1991-ben Fonóházi esték rendezvény sorozat indítása. Ezután megalakítja a Kalocsa Népművészetét Alapítványt, mely alapítvány lesz szervezője a két évente megrendezett Cserei József népdalversenynek. 1996-ban az addigi művelődési házhoz tartozó együttes egyesületet alapít, és így megalakul a Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület. Ugyanebben az évben kiváló minősítést kapta a Kalocsai Szőlőhegyen című koreográfiájával. Édesanyám aktívan részt vett a Dunamenti Folklor Fesztiválok szervezésében, és orosz tanárként tolmácsolt is többek között. A Kalocsai Néplapban rendszeresen megjelentek cikkei a csoport munkájáról, hazai és külföldi sikereikről. Az együttest bemutató prospektusok is a nevéhez fűződik. Testvérkapcsolatokat ápolt például Kirhelyi kórussal, a Nagyidai Táncsoporttal. Az együttesnek évente szervezett farsangi bálokat. Bizonyára sokan emlékeznek arra, amikor olyan vicces feladatokat kitalált, és szerintem mindenki nagyon szerette ezeket a bálokat, még minket is időnként meghívott rá. Mármint a családra most. Kiállítások szervezésében aktívan részt vett. 2005-től minden folklorfesztiválon a helyi népművészettel kapcsolatos kiállításokat szervezett. Volt itt kézimunka kiállítás, viseletek, fényképről, fékető kiállítás, meg még sorolhatnám. A nevéhez fűződik a megyei hímzőverseny is. Gyűjtései idősebb néniktől, volt gyöngyös bokrétásoktól, író és hímzőasszonyoktól, vőfélyektől, rokonoktól, például a nagymamájától, az én dédimtől, emlékszem, amikor mesélte az anyu, hogy a dédit ugye megénekeltet és magnóra fölvette, amiket ő tőle hallott. Illetőleg jeles napok népszokásokról is gyűjtött. Országosan ismert néptánc oktatókkal, népművészekkel volt jó kapcsolata. Például Folti Jolánnal, Novák Tatával, Vásárhelyi Lászlóval, Szabadi Miskával, Borbély Jolánnal, Zsurászki Zoltánnal, Farkas Zoltán Batyúval, ugye nem az én Farkas Zoltánom, ő vele más kacsatban volt. És még ugye sorolhatnám. 1997-ben létrehozta a Pécsini Átcsarolta díjat. Ezt azok kaphatják meg, akik folyamatos és eredményes munkájukkal öregbítik Kalocsa népművészetét. 2000-ben emléktáblát avatott Sárika néni egykori házánál, amit minden évben azóta is megkoszorúznak. 2001-ben a Hagyományőrző Együttes Muharai díjat kapott, ami ez, úgy gondolom, hogy nagy szó volt az együttesnek, mert háromszori kiváló minősítés után kaphatnak ilyen díjat az együttesek. A
Az országos hagyományőrző találkozókon, továbbképzéseken is rendszeresen részt vett, és ugye vitte magával a táncosait. A Cserei Népdalkötet, ami a Kalocsai Kertek alatt bővített kiadásához még az anyu 30 dalt még hozzágyűjtött. Hát én 30-at álltam, de utána hallottam az is, hogy már 50-et. Igen, köszönöm. 2006-ban megalakította a később Mezei Virágok nevet felvevő, nagyon szeretett, én úgy gondolom, hogy nagyon szeretett benneteket, a Mezei Virágok kórust, ami ugye nagyon a szívéhez nőtt, többször is minősültek, és 2011-ben aranyminősítést kaptak, ugye ez nagy szó volt. Itt ugye ők láthatók, és ugye a sorainkban is ők közülük is ülnek. Igen, hát már itt a család, ugye. Családon belüli hagyományőrzés nagyon fontos volt számára. Koromtól majdnem 25 évig táncoltam. Itt ismertem meg férjemet, Farkas Zoltán. Elnézést kérek, de nagyon nagy. Persze, aki itt van, mindenki tudja jó, hogy Éva nélkül nem élne az a néptáncos mozgalom, nevezzük így, aminek a részesei többek között a hagyományőrzők. Itt van jó néhány olyan táncos, aki oszlopa ennek a mozgalomnak. Cselik Mária, a művészetvezetővel, a legidősebbek közül hadd említsem az Arasz házaspárt, Bagóné Magdit, az ifjabbak közül Szeleszkini Ágit, Buzai Bercit, segítsetek, súgjatok! És biztos, amikor elcsuklik a hangod, akkor nem csak a vén felé, így van, nem tudom felsorolni a neveket, akkor biztos, hogy hasonlóképpen összeszorul a szívük úgy, mint a tiéd, és én hallottam közben, hogy szépsorokban is időnként pityereget egyik-másik mezei virág, akik harmatozni szoktak, de most pityeregtek. Az elején én is belebagyolottam majdnem a gondolatba, és nyilván, hogy az ember ilyenkor megilletődik, és azt érzi, hogy valahol itt a közelben figyeli, hogy mit is mond, hogyan táncol, hogyan jön kell majd a mezei virágok, ez teljesen természetes. Az lenne furcsa, hogyha nem figyelődne az ember, hanem ott ülne, mint egy matek órán, és akkor írná a törteket, mert az emeletes törteket, nem tudom, miket kell csinálni. Az ember belefásol az egészbe. Tehát a művészet, a népművészet az érzelem 110%-ban, 120%-ban. Vörös Bandrásán 150% is letépenséggel. És Bólint is rá. Visszaadom. Köszönöm az időt. Luca és Kamilla, ugye látszik képen is, még elég kicsik voltak. Ugye a mi lányaink. Ők is már óvodáskorban kezdték a táncot. Ugye Luca azért többször kisegített a csoportban, úgyhogy itt is látható egy közös képele. Luca unokája sajnos most ugye nem lehet itt, mert Bécsben tanul, de gondolom lélekben velük van. A 2012 őszén már betegen a kórházban írta meg az utolsó koreográfiáját, Rozmaring tánc címmel, amivel 9. alkalommal kiváló minősítést kapott a tánccsoport. Ezután nem sokkal 2013. januárjában örökre elment közülünk. A díjairól szólnék pár szót, amit itt mögöttem tettünk is látható. 97-ben Pécsi Nácsarolt a díjat kapott, 2000-ben Muharai díjat és a Kalocsaváros művelődési díját, 2009-ben életfa díjat kapott, amire én kísértem el,
Ezt erről tudni kell, hogy az életrajzdíjat egy évben három ember kaphatja meg ugye az országból. Illetve 2010-ben az 50 éves diplomá osztójára Pécsre szintén én kísértem el. Elhivatott pedagógusként képes volt közösségeket szervezni, összetartani, különböző korosztályokat összekovácsolni. És végezetül egy idézettel búcsúzni. A tánc számomra olyan, mint az élet. Néha könnyed és lágy, néha lendületes és magával ragadó. Van, amikor kemény és nagyon nehéz, de sosem adom fel. Tudom, hogy édesanyám sosem adta fel. Ez a kép a legutolsó róla, nem tudom, ezt nem nagyon láthattátok, vagy láthatták, mert ez a halála, épp, vagy a halála előtti hónapban készült. Úgyhogy ez az utolsó, amit láthatunk róla. Itt is nagyon tartotta magát egyébként, ezt elárulhatom, anyósom 70. születésnapján történt, és nagyon tartotta magát akkor, már ő nagyon-nagyon rosszul volt, ez december 22-én volt, és ugye január 24-én már meghalt, de nagyon tartotta magát, és nagyon szeretett volna még élni. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy a mai estén megtisztelt jelenlétével. Köszönöm segítőimnek, Bénferenczi Magdi nénének, a Mezei Virágok népdalkör tagjainak, a táncosoknak, Pécsi Viviennek, aki nagyon szépen szerintem hozzájárult ahhoz, hogy ilyen képekben is be tudjam mutatni az anyu életét, és nem utolsó sorban Tamás Lászlónak, az ötletgazdának, aki helyet adott ennek az estének. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. A Mezei Virágok Népdalkör 2006-ban alapította meg Bencének Éva, mélyen tisztelt Éva, és amikor eltávolodtam, így megnézve, akkor az emlékére is tárgyítottunk egy dalcsokrot. Például a felelősségben is ezt a dalcsokrot fogjuk most elénekelni, az a címe az Éva emlékére. Nagyon szerettük őt, mert a kalocsai népművész asszonyokhoz és pedagógusokhoz volt eleje, közösségépítő eleje mindig, hogy mindig újra tartozott. Nagyon jól éreztük magunkat vele, és a mai napig most már 10 éves együtt énekelünk, és igyekszünk a szellemiségét megőrizni. Nincsen, aki mögöttünk.
Yeah.
szépen Farkasné Bence Éva megemlékezését. Köszönöm, hogy ide hívogatta az ablak alá, hogy belessen, hogy érezzük-e az ő munkának a gyümölcsét. Bízom benne, hogy azt mondani, hogy igen, érezte, hogy tovább él az a munka, az a gyümölcs, az újra és újra terem, amit ő valamikor kis fát elültetett, az bőven hozza a gyümölcseit. A Mezei Virágok csoportot, Nép Dalkört, kis közösséget, Vén Ferencné Magdi vezeti, utasán volt részes, hogy mindenki lássa, és látásra szeretnék kérni. Ezt azért is mondom, hogy a jó vezető mindig nevel utánpótlás, aki átadja a stafétabotot. És az, biztos, hogy Vén Ferencné Magdi kezében nagyon jó helyen van a karmesteri párca képletesen. És van még egy népművészethez kapcsolódó csoportunk, ez a pingáló szakkör, népművészeti szakkör. A pingálás ne halljon el, mert nagyon sok követője újabban már nincsen, csak a nagy öregek a mohikának előbb-utóbb eltávoznak, és úgy gondoltuk Szombati Ferencné egykori tanárkollegával, hogy valami szakkör jellegű dolgot indítsunk el. És örömmel mondom, hogy harmadik éve működik ez a csoport, felnőttek is járnak. Pingálni is, előírni, varni is tanulnak. Ha nem tanuljuk meg, nem adják át, akkor majd jön a keleti részről a nagy mennyiségben legyártott bóvli, kimondok, hogy Kínában majd legyártják és hozzák a orvosai. Ezért mi is tehetünk valamit, hogy gondolom, mi azt tehetjük, hogy adunk helyet, és a saját erőnkkel támogatjuk. Akinek nagyon tetszettek a dalok, azok ott a formájában megismerhetik. Ez a Kalocsai Kertek a című kiadvány, a Kalocsa Népművészeti Alapítvány jó voltából jelent meg, talán ha jól számolom, ötödik alkalommal, és ebben a kötetben 50 népdal található, ami az Éva gyűjtő munkáját dicséri. Tehát 50 dal, ami mögött ott van Éva, ott van az ő lelke, az ő szorgalma, az ő kitartása. És ahogy végigmértem a kamaraterem közönségét, örömmel konstatáltam, hogy kezdetben a könnyek igen keserűek voltak, de a végén azok átalakultak örömkönnyekké. De azt kívánom, folytassuk az örömkönnyek hullatását, a terem hátsó végében folytatódik a mai programunk egy szeretett vendégséggel. Itt is az összefogás, a közös együttműködés volt a meghatározó. Leginkább a Mezei Virágok vállalták azt, hogy egy ilyen kis reprezentációt, vagy kis koszintásra alkalmat adó estével tudjuk folytatni a mai programunkat. Ne menjenek el, maradjanak itt, mert most jön a jó megemlékezésnek a négy szerkesztő megbeszélése. Köszönöm szépen a figyelmet! Most a harmadik Kalocsai Kultúra hete alkalmából megrendezett rendezvény sorozat utolsó napján, és ezen vagyunk. A Mesterséges Dicsérete című rendhagyó órán fogtok részt venni, ahol Kovács László szabdakas mester fog benneteket ebbe a gyönyörű mesterségbe elkalandolni. Át is adom azt hiszem a mesternek a szót. Az apropóját ennek a találkozónak az adta, hogy most jelent meg Kovács László fazekas mesterről nemrégen egy könyv, ami azt hiszem, hogy a Városi Könyvtárban megvásárolható, ez volt a reklám helye. Kedves mester, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt közöttük. Hagy egy rövid is az arszpolitikából lesz idézett szerint.
azt mondja, hogy a hagyományok ápolása biztosítja a gyökerekből való állandó táplálkozást, a tiszta forrást, miképpen messziről a falu tornya mutatja az utat a helyes irányba, ahol az otthonát találja meg az ember. Az aspolék egy kicsit hosszabb, én ezt választottam ki, hiszen tényleg iránymutatásra van szükségünk, hogy merre is induljunk és merre haladjunk, és ezt szeretnénk tőled megkérdezni, hogy ebbe adjál nekünk segítséget, majd ezzel a beszélgetéssel. Te talán kezdjük azzal, hogy hogy kerültél Kalocsára, mi fél hozott erre, mert tudom, hogy nem kalocsai származású vagy, mi volt a kalocsai fazekasság története, és ajánlom mindenkinek figyelmébe, mert érettségi tételhez remekül fel fogják tudni mindenki használni, amiről most ma szó esik. Úgyhogy én átadom neked a szót, Laci, és akkor köszönjük szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást, igyekszem eleget tenni ezeknek a kérdéseknek is, bár jobb szeretem az interaktív helyzetet, amikor is igazából meg is lehet valóban valóságában is mutatni ezt a mesterséget. Itt csak néhány darab kész termék, azt mondom, hogy nagyjából legyen képesek arról, hogy egy fazekas az körülbelül milyen terméket készít. Ezen kívül még több százat, ezre, de csak így jelzésképpen. Az első kérdésre válaszolva, hogy hogyan is kerültem Kalocsára, ezt már nagyon sokszor elmondtam sok mindenkinek, nyilván ti még ezt nem tudjátok, valamikor 35 évvel ezelőtt adódott egy lehetőség ebben a városban. Az akkori városvezetés szerette volna ezt a népi mesterségeket egy ilyen gimnáziumi keretek között tanítani, népi kis mesterségeket, többek között ugye a kalocsai címzést és mindenféle olyan népművészeti ágat, ami a Kalocsához kötődik, és ide, ebbe a programba kerestek abban az időben kézműveseket. Fazekas bennem találtak, és én ezt a meghívást elfogadtam, és azóta, 83 óta itt van a műhelyen, biztos, hogy sokszor elmentetek már mellette. Időnként lehet, hogy ha jó időben mentetek el, akkor láthatok ilyen fekete füstöt is a kéményen kijönni, akkor történik a kerámia égetés. Gyakorlatilag az ide Kalocsához való kötődésem, illetve kerülésemnek ez a rövid története. Annál is inkább kellett, hogy fazekas is legyen, hiszen valamikor Kalocsának nagy múltja volt, a fazekasságának nagy múltja volt, de ez a 19. század elejéig közepéig tehető, és aztán a fazekasság az, miután hogy a kézműiparok megerősödtek, a manufaktúrák bejöttek, különböző technológiaváltások voltak, új anyagok jöttek be a kereskedelembe, így kiszólította a fazekas mesterséget ezek az új technológiák, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 20. század elején még egy-két fazekas dolgozott, de a 19. század elején, 1820-ban még 60 fazekas számláltak Kalocsán. A fazekasok általában a saját környezetüket elégítették ki, olyan használati tárgyakat készítettek, ami abban az időben sok, még ma is egyébként használatos. A teljes konyhai felszerelés például a fazekasok készítették anyagból, vagy az állattartáshoz szükséges itatókat, ez szintén, a virágcsereket, azt mondjuk ti is tudjátok, hogy azt máig virágcserét, tehát kerámiából csinálják. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy zárójelben, hogy a kerámia az mióta az emberiség foglalkozik kézművességgel, azóta mindig megtalálta a helyét, és szerintem meg is fogja találni a helyét. Például erre a jellemző, a jellegzetes tárgy, a virágcserép is egyik jellegzetes tárgy. Pontosan a porozításánál fogva, ugyanis a virágnak az a jó, hogyha olyan közegben van, ami nem túlságosan meleg, hűvös, és azt kell tudni, hogyha vizes, a nedves a föld a virág alatt, akkor a kerámia fala az párologtatja azt a nedvességet, a párolgás a szőelvonást jelent, tehát egy olyan optimális klímát képes biztosítani
növények számára, amitől szépen tudnak élni. De csak zárójelben ennyi. Úgyhogy a 20. század elejére már nagyon kevés fazekas maradt. A kalocsai népművészet többi ágáról én nem vagyok hivatott beszélni. Ezt én annyira ismerem ugyan, de annyira, szóval olyan mélységében, mint ahogy ezt nektek el kéne mondani, azt nem ismerem, és ezt nem is fognék hozzá. Annyit mondanék, hogy a kalocsai elszínesedés, tehát a textilben is a 30-as évekre tehető, amikor az ipar már elő tudott állítani nagyon sokféle színű pamutot, és tudták színezni a textiliát. A fazekasságnak a színei azok mindig eredeti anyagokból, tehát fölfestékekkel történt. És a fazekasság nem tudta ezt a színvilágot átvenni, nem tudta átemelni az ő technológiájában. A kalocsai színes mintavilág, ornamentik az ugye elterjedt a ruhákon, a textileken, tehát ez egy ilyen felvirágzás volt tulajdonképpen a kalocsai népművészetnek. A fazekasságban ez nem ment végbe, pontosan azért, mert a technológiája nem tudta ezeket a színeket átvenni. Itt néhány szín jellemző a kalocsai fazekassága, ezt egyébként, hogyha bementek a múzeumban, akkor az állandó kiállításra meg is lehet látni. Az a néhány szín, ami egyébként az ország más tájegységén is megtalálható, ez a fehér szín, fehér, kék, zöld és nagyon kevés barnás, vöröses szín van benne. Hát igazából nagyon, nagyon dús ornamentikája nem volt a fazekas díszítésnek, mint ahogy az a textilben jelentkezett. És hát így gyakorlatilag elhalt ez a mesterség. Ami megmaradt belőle, az a virágcserépkészítés, csirkeitató készítés, és tényleg azok a nagyon egyszerű használni tárgyak, amiket még, amikor kalocsára ide kerültem, már 80-as évek elején még volt egy-két fazekas, aki ezt csinálta. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor elkezdtem dolgozni, akkor az a feladat vált elsősorban rám, hogy ennek a szakmának a technológiáját honosítsam újra meg Kalocsán. De egyébként ugyanaz a technológia van, fazekas technológia Kalocsán is, mint a Tiszán tudom, hogy az ország bármelyik részében, csak éppenséggel a formában vagy díszítményben térnek el a dolgok, de az ott viszont igen, jelentősen. De a lényeg az volt, hogy a technológiáját, tehát ugyanolyan anyagokat, festékeket, mázakat készítsek, ugyanolyan kemencével égesek, mint annak idején tették a kalocsai fazekasok. Tulajdonképpen ez volt a lényeg, hogy ez a szellemiség teremtődjön újjá a műhelyjel. Nem feltétlenül szükséges ma már olyan tárgyakat készíteni, mint a 19. században, hiszen megváltozott körülöttünk minden. Nem az volt a lényeg, hogy kalocsai aratótálak készüljenek garmadával a műhelyben, hanem még egyszer mondom, a technológia az nagyon fontos, hogy az éljen. És hát a mesterséggel járó mindenféle olyan munkálat, tudás, ami annak idején a itteni mestereket jellemezte, az a tudás az valahogy meghosszabbodjon, illetve hát a mai fiatal generáció számotokra is elérhető legyen, ha valaki éppen fazekasságot akar tanulni. Az ilyen műhelyeknek csak úgy zárjelve jegyzem meg, nagyon ez a fontos, ez a feladata, hogy miután mi nekünk még volt lehetőségünk olyan mesterektől tanulni a mesterséget, akik a 19. században születtek, tehát tulajdonképpen olyan, ők is azoktól a mesterektől tanulták, akik nagyon értették még ezt a szakmát. Tulajdonképpen nem nagy az áttétel, az én mesterem is 894-ben született, aki mire édes voltam. És mi vagyunk az utolsó generáció, aki még azt lehet mondani, hogy ha nem is teljesen autentikus helyről, de még 90%-ban azt a tudást tud átvenni, ami jellemezte annak a kornak a fazekas tudását. És hogy miért? Hát azért, mert ez a szakma, ez a mesterség is azon kívül, hogy agyagból készül, azon kívül, hogy korongozunk és díszítünk, nagyon sok olyan apró tudást tartalmaz rejt, ami a számotokra is, meg azok számára is, akik el akarnak indulni egy életben, egy pályán, egy kézműves pályán, megismerhessék. Tehát ne az legyen, hogyha bejön egy ifjú, aki azt mondja, hogy ő szeretne korongozni, szeretne ezt a szakmát megtanulni, akkor
akkor ne az legyen, hogy akkor nem tudom neki megmutatni, hogy hogyan kell fával égetni. Ez nagyon kemény, nehéz munka, de ezt még hál' Istennek, hogy meg tudjuk mutatni nektek. Mert nagyon szép egyébként ez a mesterség úgy mindenestől együtt. Hogy én is, hogy kezdtem ezt a pályát, hát nyilvánvalóan nem tudja az ember eldönteni még, amikor nagyon fiatal, hogy végig milyen irányba menjen. Azért nyilvánvalóan a családban itt ott, ott, hogyha vannak példák, akkor nyilván az ember arra hajlik, hogyha látja, hogy egy családtag iparos, akkor azért ennek az egész iparosságnak a szépségét, azért szép oldalát is megtapasztalja, meg mindenféle más oldalát. Hát én is valószínű, hogy ezért keveredtem erre a területre, mert a felmenőink között a családban volt néhány iparos, akiknél láttam ezt a féle életvitelt, meg láttam a nehézségeket is, de láttam az örömöket, illetve láttam azokat a pozitív élményeket is, amit azt jelent, hogy az ember gyakorlatilag egyedül dolgozik, ott van egy műhelyben, a megrendeléseket teljesíti, bejönnek a utcáról bárkik, és azt mondják, hogy ezt szeretném mesterről megcsinálni, akkor azt tudja megcsinálni. Mert tehát nem egy olyan pálya, ahol reggel 8 órára bemegy az ember a műhelybe, vagy a munkahelyére, aztán délután 4-kor hazamegy, és aztán kezdi a magánéletét. Ez egy teljesen egybe folyik a magánélete, ez egy sajátos életvezetés igénylő világ, és hát ezt az ember csak el tudja lesni, akitől van módja ellesni. És hát nekem tetszett ez a féle kihívás egyébként, hogy ilyen műhelybe kezdhettem az életet, és hát annak köszönhetően is szerettem, meg szerettem, hogy a mestereim nagyon kiváló emberek voltak, akik nagyon nyitottak voltak, és semmit nem zártak el előlünk, akkor igazok elől. Tehát bármit kérdeztünk, bárhol bemehettünk a műhelybe, tehát semmi titok nem volt az egészben. Iszonyatos sok munka van benne, azt én tudom, mert hiszen nem olyan egyszerű azért egy olyan műhelybe bekerülni, mondjuk, mint az én mesterem műhelye is. Ott már azért általános iskolás szünetekben, a nyári időben el kellett menni dolgozni. Én gondolom, ott is így van, hogy aki szeret dolgozni, az nyáron nem, bár nem tudom, hogy a mai ifjúság, hogy mit válasz, de akkor abban az időben nagyon jó tett az, hogy vége volt az iskolának, június közepén, és aztán minden június vége fele már egy-két hét volt az időszak, amikor egy kicsit úgy lazítottunk, de már el kellett menni dolgozni, és két nyáron át, azt megelőzően véglegesen ugye eldöntöttem, hogy ezt a pályát választom, már a szünetekben ott a mester barámmal ott bent lehettünk, tehát azért ez nagy engedmény volt, egyáltalán bemehettünk a mester udvarába, és ott bóklázhattunk, meg rakolgathattuk a fát, meg bemehettünk az égetésekre, meg ilyesmi. És ez egy ilyen előfelvételi volt, ha úgy tetszik, ahol a mester meglátta, hogy na akkor ezt a gyereket érdeklődik, akkor ha netán ezt akarja választani szakmát, akkor fölveszíne a snagyit. Úgyhogy én is így kezdtem ezt a mesterséget, hogy nyári szünetekben, és aztán amikor véglegesen eldöntöttem, hogy fazekas leszek, akkor még tulajdonképpen a nagy jövőt nem láttam magam előtt, meg senki nem látja. Tettük a mindennapi teendőket, munkát úgy, hogy a mester csinálja, ez nagyon fontos, hogy ott volt előttünk a példa, a mester, a segédnek, a család, akinek ez volt az élete, az ipar, és ott csak pozitív példákat lehetett látni, és olyan élményekben volt részünk, ez egy kis család, egy ilyen műhely, ahol maximum 7-8-10 vannak, a házőző kutyától kezdve a mesterig, tehát tényleg nem egy nagy kollektíva, és ott mindenben ilyenkor családtag az ember ilyen műhelyben. És hát nagyon sok olyan pozitív élmény jött minden napról napra, hogy eszembe se jutott. Ugyan egyszer eszembe jutott 3 év után, amikor
valami nem jött össze a műhelybe, nem sikerült, és akkor azt elgondoltam, hogy hát én nem leszek fazekas. És akkor abba is hagytam a munkát ebéd után, és délután 3-4 óra felett gyönyörűen sütött a nap, a városban össze-vissza bicikliztem, kovályogtam, és azon járt az eszem, hogy ez nem lehet, hogy én holnap nem megyek vissza a műhelybe, és nem csinálom. És ma másnap reggel mentem dolgozni, de nem szóltak érte egyébként a mester, hogy most akkor mi volt ez a tegnap délután, csak örültek, hogy mentem reggel dolgozni, de pillanatokat átgondoltam, hogy nem, hát ezt hiszem nem, mert olyan tele van olyan szépségekkel, hogy ez hihetetlen. Az, amikor lemész egy agyagos pincébe, fölhozol egy agyagot, egy földdarabot, ha úgy tetszik, és egy óra múlva lesz belőle valami. Tehát az a csoda, nem is egy óra múlva, hanem amikor leülsz korongozni, és ott a kezed alatt formálódik valami, és 2-3-4-5 perc múlva van egy vázaformád, vagy valami. Tehát ez az élmény, ez egy olyan élmény, amit nem lehet ott hagyni, és hát én sem tudtam ott hagyni. És hát rengeteg ilyen van. Hát erről lehetne sokat beszélni, mert nagyon sok ilyen élményem van. Mit csinál egy inas? Akkor még ide egy kicsit visszatérnék egy ilyen műhelyben. Természetesen első időben az inas az nem ülhet fel a korongra, nem csinálhat azért ezt meg azt. Ki kell szolgálni a mestert, a segédeket elsősorban, tehát ott megvan a hierarchia, hogy a mester, segédek és az inas. Nagyon komolyan máig is be van tartva egyébként ezekben a műhelyekben. Ez egy nagyon fontos dolog. A segédektől sok mindent megtanul az inas. Általában a segédek szokták a inasokat rendezni, így fegyelmezni. A mesternek nem az a dolga. A mesternek az a dolga, hogy dolgozzon a műhelyben, és mindig olyan élmény, tehát azzal, hogy dolgozik, és azzal, hogy minden nap teszi a munkáját, az a gyakorlatilag példát tud mutatni az inasok számára is. Néha rászól persze a mester is az inasra, hogyha esetleg valami tetszik, vagy nem tetszik, hogy na akkor nekem is mondta a mester, ilyen butellákat kellett csinálnom, és délután megkérdezte, hogy na mennyit csináltam meg, és ott vannak a polcon. És akkor végigment a polc mellett, és így, hát nem tudom már, hogy 10-10 néhány darab volt, de maradt vagy 3-4 darab, és fölhagyott a többit, azt így ledobált így a polcról. És mondta, hogy akkor holnap még csináljam. Holnap másnap csináltam. Mondták is a segédek, hogy nem kell megijedni, mert Kántor bácsi így csinálta velük is, hogy úgy hívták a mester, hogy Kántor Sándor. Így szokta Kántor bácsi csinálni, hogy hogyha azt mondja, hogy még holnap csinál, akkor örüljön neki, mert nem azt mondja, hogy na, akkor ezt hagyjuk, hogy nem megy. És akkor másnap már 10 maradt fönn, hétvégén már csak egyet dobott le a polcról. És akkor szépen mondtam, hogy na, ezt azért dobtam le, mert ilyen volt az alja, olyan volt a teteje, nehéz volt, mint a sár. Tehát ilyenkor mindig is. Akkor azt mondta, hogy jó, akkor ebből csináljunk, mint a 700 darabot, vagy 300 darabot. És akkor eltelt egy hónap is, mire elkészült éve. De akkor ő már nem igazán szólt bele a dolgokba. A segédek, akik előtt dolgoztunk, illetve hát akik ott látták, hogy mit művelünk, hát azok szóltak azért közben, hogy hát Laci nem lesz jó, mert majd tudod, a mester, a Kántor bácsi le fogja dobni, hogyha megint nehézre csinálod, meg soványra, vagy kövére, vagy nem tudom, tehát így azért lapogattak bennünket a segédek annak én. Tehát, hogy így szép lassanként aztán mindig egyre komolyabb munkát kapott az ember, és a végén már azóta siker, amikor olyan munkát kaptunk, amit már meg is, amikor megvették, láttuk, hogy jönnek, az ők is megvették, az volt a legnagyobb öröm és siker, amikor egy munkánk, amiket csináltunk, azt láttuk, hogy ezt valakinek tetszik és elviszi. De ez egy nagyon hosszú idő, több évbe tellett ez a, mire elértük ezt a szintet. És aztán, amikor segéddé válik az ember, az azt jelenti, hogy darabbérben dolgozik, tehát egy ilyen butella most 100 forint, és akkor csinálni kell belőle annyit, hogy fizetése kijöjjön. 50 darabot, a másikból csinálni kell 10-et, a harmadikból 300 darabot, és akkor így jött össze ilyen teljesítménybéres dolog volt. De a segédnek már akkor más dolga nem volt, mert akkor már ott voltak az új inasok, akik előkészítették az agyagot, lementek a pincébe, és a többi, tehát ami egy inasnak a dolga.
És tulajdonképpen ez nagyon jó volt, mert mindent láttam. Tehát attól a pillanatról kezdve, hogy beléptem egy ilyen műhelybe, tudom, hogy hogyan kell elkezdeni egy fiatallal a munkát. Nyilván megváltozott a világ, ma már nem kell annyit csöpögetni, meg nem arra megy ki a játék, hogy mostan mai nyelven csicskáztassuk a kazinosokat, nem erről van szó, hanem olyan munkákat kell adni, amik szorosan hozzákapcsolódnak a mesterséghez. Hozzákapcsolódik az, hogy tiszta legyen a műhely, hozzákapcsolódik, hogy tiszta legyen az udvar, a környezet, tehát hogy szép legyen minden, és ebben benne van a takarítás is természetesen. Úgyhogy ez egy fontos, és ilyen műhelyből ma már Magyarországon nagyon kevés van. Hát körülbelül olyan 50 fazekasról tudok, akik hasonló műhelyel viszik ezt a mesterséget, hasonló korak, mint én, már betöltötték a alfalat, vagy éppen itt ezen a korosztályban vannak. Nagyon kevés van. Tanulótartással már nagyon kevesen foglalkoznak, ezt is tudom, hogy most ebben a pillanatban nincs Magyarországon olyan egyéni műhely, ahol tehát ilyen maszek műhely, ahol tanulókat tartanának. Nagyon kevés a jelentkezés is egyébként ezekre a népi kis mesterségekre. Ennek sok oka van, én ebben nem akarok túlságosan belemenni. Annyit tudok, hogy azok a szakiskolák, amik lehetőséget adnak most ilyen fiatal számára, hogy elkezdje a szakmát, ezekből van kettő az országban most már sajnos. Békés Csabán van egy, meg hiszen Budapesten kettő. Illetve a Kressz Mária Alapítvány, meg is nevezem, és a Petrás iskola, ilyen népi kézműves iskolák ezek. De ezek nem olyan műhelyek, mint a mi műhelyeink. Nyilván szegényesebb felszereléssel, és nem mesterek tanítják a szakmát, hanem ilyen szakkör jellegű tulajdonképpen a képzés. Az elmúlt 20-25 évben ez egy probléma volt, mert a kimenetnél nem jött ki az a tudás, ami ahhoz szükséges, hogy amikor valaki vállalkozóval válik, akkor ott meg is állja a helyét. Tehát mindenképpen célszerű, hogyha valaki ilyen szakmában gondolkodik, hogy keressen egy mestert magának, ez nagyon fontos. Bármilyen szakmát, a kosárfonástól kezdve, akármilyen szakmát, és attól még az iskolába be kell iratkozni, abba a szakiskolába természetesen, mert elméleti oldala is van a dolognak, de a magát, a mesterséget, a szakmát, azt nagyon célszerű, kimenni egy kis műhelybe, mindegy, hogy mekkora kicsi, vagy garázsban, még az is jobb, hogyha ott egy mester oktat, mert szakmáknak olyan apró nyilaszmi pici fogásait lehet ellesni, ami évtizedekre megkönnyíti az embernek a munkáját. Tehát valaki egy életen át tanul, mert nem olyan mesternél helyezkedett el, nem olyan iskolába ment tovább, ahol tudást kapott, és még 50 éves korában is olyan hibákat követ el, és egy küzdés az egész. Tehát jobb lett volna, hogyha elment volna egy mesterhez tanulni. És akkor megtanultam volna 8-10 év alatt, mert azért azt hozzáteszem, hogy 3 év alatt ezt nem lehet megtanulni. 8-10 év az az időszak, amire a korongozásnak a teljes skáláját meg tudod tanulni. Kialakulnak a kezedben, a ujjaidban azok az érzékek, amik ahhoz kellenek, hogy tudd, hogy melyik ujjat hova kell tenni, amikor hogy formázni tud. A hangszeren tanult valaki játszani, vagy tud valaki játszani, vagy tanult, vagy most tanul, ez nagyon jól tudja, hogy mennyit kell gyakorolni ahhoz, hogy színpadképes legyen a hangszeres tudása. Ez sem külön, tehát itt is ugyanannyi időt bele kell tenni. És egyébként meg megtanulható, annyit még hozzátennék, hogy a mi mesterségünk az mindig úgy választották, és azok választották, ez lehet, hogy csak egy ilyen legenda, de ezt mindig elmesélték az én mesterén is, hogy ha nem volt jó mondjuk Ácsnak, mert nem tudta a szorostokról leolvasni a számokat, vagy nem volt jó Kovácsnak, mert hát a kalapácsot nem bírta emelgetni, vagy mondani éppen akármilyen más mesterséget, akkor azt mondták, na fiam, akkor majd elküldünk a fazekasodat, majd taposod a sarat, és akkor majd meglátod, hogy milyen az élet. Na most ezekből a fiatalokból nagyon jó mesterember lett mindegyikből, tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy mindenki megtanultam így. Tehát
olyanról nem tudok, aki fazekas inasnak ment és ne tanulta volna meg. Csak időkérdése. Rettentő sok idő, de 30 éves koráig, hogyha valaki tanul, az manapság az teljesen normális. Úgyhogy még 30 éves korában elkezd dolgozni valaki teljesen professzionális szinten, akkor még utána 40 éve van, hogy ki teljesedjen. Tehát csak az első 5-8-10 évet aztán bele kell tenni. A korongozásban 6 éve, az amikor, tehát 6 év után jut el körülbelül az ember arra a szintre, amikor amit elképzel, azt meg tudja csinálni a korongon. Bármennyire hihetetlen, tehát ez olyan, mint hogyha megint a zenét hozom föl, hogyha valaki leül játszani egy zongorán vagy egy gitáron, akkor milyen nehéz az, hogy azt játszani az agyában előjön. Ezt improvizálásnak hívják, de hogy azt vissza tud adni azonnal a hangszeren azokat az akkordokat, azokat a hangmelódiákat vagy harmóniákat, ahhoz az kell, hogy olyan hangszeres tudásod legyen, technikai tudásod, hogy azonnal le tud játszani, amit gondolsz. Itt is ugyanaz van. Hogy hiába van meg a 6 év alatt a technikai tudás, mert 6 év alatt meg lehet szerezni azt a tudást, hogy óriási edényeket lehet készíteni, stb. Csak éppenséggel nincs összhangban, szinkronban az embernek a keze meg a gondolata, mert még ahhoz még többet kell gyakorolni. És a következő 3-4 év, tehát azért a 8-10 évet, ki milyen tehetséges, ezen belül jön az az idő el, amikor leülsz, ráteszel egy anyagot, a fejedben ott van egy forma, esetleg ott van egy rajzon egy forma, mert az is, hogy letesznek egy rajzot, vagy letesznek egy mintadarabot, akkor azt a mintadarabot meg tudod csinálni. Na, ehhez kell a minimum a 6 év. Ahhoz, hogy, ja és igen, tehát ugye 6 év, de ezzel a 6 év tudással, hogyha valakinek mondjuk esetleg nincs lehetősége műhelyt létrehozni, én csak úgy zárójelbe jegyzem, én 12 évig voltam. Az első 3-4 év az inasé volt, és utána segédként dolgoztam. Tehát 12 év volt az a tanuló időszak, amire annyira fölkészültem, hogy elmertem vállalni azt, hogy eljövök 200 kilométerre egy teljesen idegen közegbe, aztán megpróbálok egy szakmát megteremteni. Ez 12. Nekem 12 kellett. De korábban is abban hagyhattam volna már olyan 2-3 évvel, de kellett ez az idő. Ez nagyon kellett. Úgyhogy bérkorongosnak is el lehet menni ebbe a szakmába. Nagyon keresett a bérkorongos. Magyarországról most Németországba járt, például sajnos Németországban egy kollégám, mert a Németország tudománya elveszett, és oda járnak ki nagyon jó pénzért korongozni a mesterek, és Magyarországon nincsen bérkorongos. 2 vagy 3 van, akik szétkapodnak, mert annyira keresett mesterség. És 6 év után viszont, ha valaki jó iskolában van, 6 évet, napi 8-10 órát gyakorol, akkor azzal már gyakorlatilag tényleg piacképes lesz a tudása, és még utána eldöntheti egy 3-4-5 év alatt, hogy ő önálló műhelyt alapít, vagy sem. Tehát én mindenképpen egy nagyon szép mesterségnek tartom, ezt természetes is gondolom, de azt sajnálom, hogy a fiatalok közül a mostani generációtok nem nagyon érdeklődik a ilyen népi mesterségek iránt. Ezt is megértem, mert az előbb belefogtam ugyan, de nem fejeztem be, hogy nyilván amikor egy rossz iskolából valaki kikerül az életbe, ahol nem kapott elég tudást, akkor ott nem tud meglenni, csak azt mondja, hogy hát ez egy olyan szakma, hogy nem lehet megélni, meg a fenét, meg lehet élni, mi is megélünk belőle. Nem úgy természetesen, mint hogyha lottóznánk, aztán minden héten nyernék egy ötös. De kemény munkával, tisztességesen, fegyelmezett életvitellel meg lehet ebből élni, és rengeteg élmény lehet szerezni. Egyrészt a tanítással is, ami egy nagyon nagy élmény, mert egy olyan fiatal, akinek gőze sincs erről az egészről, és valami által megszereti ezt a tevékenységet, és hogyha ráadásul az én műhelyemben van, és ott szereti meg, ott nyílik ki, ott éri olyan impulzus, ami miatt úgy dönt, hogy ezt a szakmát választja, az még nagyobb siker, az nekem is sikerélmény. És aztán látni ennek a fiatalnak a fejlődését napról napra, ez egy óriási, egy csodás dolog. És aztán, hogy ebből megél, az még csodálatosabb, úgyhogy. De nem, kevesen választják.
más lett a világ. Sajnálom, mert egy olyan egyre inkább a mai világnak szerintem szüksége lesz ezekre a kismesterségekre. Egyrészt amiatt is, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit nem lehet sem műanyaggal, se fémmel, semmi mással kiváltani. Tehát, mint ahogy az utaltam az elején, és a virágcsészítés például. Vagy hát olyan tárgyakat készíteni, ami mai konyha kultúrába is beillik. Nagyon finomakat lehet főzni, például cserépedényekben. De hát sorolhatnék még egy csomó dolgot, ami miatt. De ami miatt a legszebbek ezek a szakmák egyébként, és nem csak az enyém, hanem a többi is, az, hogy van egy élettelen anyag a kezedben, és abból csinálsz valamit, és azt te végigcsinálod. Valami olyan tárgy, amit egy hétig kell csinálni, hogy a kész valójában meglásd, utána még két hétig szárítod, és tulajdonképpen a harmadik, negyedik, ötödik héten van az, amikor kiégeted. Ki kell szárítani teljesen. És a hozzáfogás pillanatától kezdve 5 hét telik el, mire te készen meglátod a kemencébe. Hogy amikor kinyitod az ajtót, és azt van, ott van előtted a mázas váza. 5 héten tulajdonképpen állandóan arra gondolsz, hogy majd milyen lesz ez a váza. Nem repedel? Nem fogsz szétcsapni? A más színe olyan lesz, amit szerettem volna? Mert itt nagyon sok minden közül játszik a dologban, tehát nem lehet kidekálni, hogy most milyen zöld lesz a zedik is. Van egy zöld máz, és van 5 váza, 5 féle zöld lesz. Mert természetes anyagok vannak benne, és a hőmérsékletre nagyon reagálnak ezek a anyagok. És hát tehát ez a szépsége a dolognak, hogy várakozol. Vannak olyan anyaggal dolgozó szakmák, ahol nem kell mit várakozni, egy kosárfonó, az gyakorlatilag 2 óra múlva szembesül a kész termékkel. De ott is a szépsége nem csak a kosárfonásban van, hanem abban, hogy megtermeli hozzá a vesszőt, és annak a vesszőtermelésnek, a termesztésnek a csinyát, binyát ismeri, az időjárást, azt, hogy mikor mit kell metszeni, stb. És azért ott is megvan ennek a szépsége, de minden más mesterségnek is. Úgyhogy én ennél szebbet nem tudok elképzelni, amikor valaki egy dolgot elejétől végig tud csinálni. Ezért szeretem, hogy többek között ezt a szakmát. Azt ígértem Lacinak, hogy koordinálom ezt a beszélgetést, de én úgy gondoltam, hogy sokkal jobb, hogy nem voltam közben, tehát én nagyon élveztem, és remélem nem egyedül voltam, mert itt sokkal hitelesebb volt, mint egy helyen időnként belekötyöttem volna mindenkinek oda nem élő dolgot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezeket. Reméljük, hogy valami megmarad ebből, és tanultunk belőle a kitartásból, a szorgalomból, az alkotás öröme, hiszen tulajdonképpen ez az alkotás öröme, amit a saját kezében alkotnám a mester, és milyen gyönyörű dolog lesz belőle. Erről a vázáról beszélt az, hogy ez milyen sok idő, amíg elkészül, hogy hányszor abba kell hagyni, hogy megszáradjon, vagy oda kell rá figyelni. Ez egy csodálatos dolog. A mai világunk sajnos már nem ilyen kitartóak legyünk, de én kívánok mindenkinek legalább ilyen kitartást, meg szorgalmat a saját területén majd, ahova kerül az életbe. De egyfajta példának és impulzusnak vigyük el ezt a gondolatait magunkat, és akkor közben megérkezett a könyv, és már mutatom, itt kívülről, itt meg lehet majd utána nézni óvatosan, hogy ezért vigyázzunk majd a tárgyakra. Még egyszer mondom, a Városi Könyvtárban kölcsönözhető és megvásárolható is. És Lacinak pedig a munkáját a kollégiummal szemben, a Fazekas műhelyben, gondolom személyesen is meg lehet. Igen, ezt akartam is mondani, hogy bármelyik ütjük, hogyha arra jártok, és a kapu nyitán, akkor kopogjatok be, szét lehet nézni, úgyhogy különösen akkor, nem tudom, Facebookot itt mindenki gondolom. És hogy tessék, a Facebookon fölfelejtetek a műhelyt,
akkor az utóbbi években már mindig napra készen, szinte órára pontosan mindig fönt van, mikor van olyan látványosság a műhelyben, ami tényleg látványosság. A udvari fás égetőkelencével égettük a kerámiát, ez egy nagyon látványos dolog, meg férfias dolog, tehát ott tüzelni kell, nyomni kell 1000 fokig a tüzet, hogy ott meleg legyen a kerámiát, tehát ez nagyon, nagyon szép munka. És Magyarországon ilyen kemence az Őrségben van még, ahol így égetnek, meg még egy kis faluba. Most hirtelen üdvözlöm egy kollégám dolgot, tehát három ilyen kemence van, amit még használnak. Nyilván van valahol még máshol is, de már használatban, akik ezzel dolgoznak, nincsen. Önöcskön egy kollégánk ilyen kemencével dolgozik, Dunántúlon van ez is. Szerdőnök környékén, és hogy nagyon szép, tehát hogy igazi férfias munka. Van egy inasom, aki most már a Műszaki Egyetemen villamosmérnöknek tanul, most időre abba hagyta a szakmát, már 6 éve, hogy elkezdte ezt a fazekasságot, és de már ő általános iskolás volt, amikor bevontam az égetésbe. Mert itt is ugye apránként kell ugye rászokatni, csak tüzelni, hát minden férfi szeret tüzelni, tehát ez egy csodálatos dolog. Úgyhogy ha ilyet láttok a Facebookon, vagy látjátok, hogy nagyon-nagyon fekete füst jön ki, amit manapság nem olyan szabad, de fától van a fekete füst, nem gumitól, akkor nyugodtan kopogjatok be, mondjátok, hogy itt voltatok ezen az órán, és akkor szép lehet nézni a műhelybe. Vagy ha ki akarjátok próbálni, akkor nyári időben, májustól van jó idő, mindig van az udvaron egy korong, és akkor összebeszéltek ketten, hárman, sokkal jobb, hogyha többen jöttök, akkor élvezetesebb is egy kicsit egymásnak megmutatni, hogy mit tudtok csinálni, és akkor megpróbáltjátok a korongozást is. És még annyit akartam, hogy valamelyik ütöttem, hát fölmerült volna közben valamilyen kérdése, akkor nyugodtan tegyétek föl, nyugodtan valami érdekelne ezzel kapcsolatosan, bármi, ami. Még itt vagyok aztán. De ha most nem ültetek be, akkor majd, amikor arra jártok tavasszal, akkor majd tudottam beszélgetni, bejöhetünk bármikor. Vagy irányítok. Lehetne korongozni. Hát igen, az nyáron mindig van egyébként tábor is, azt elfelejtem mondani, hogy 92 óta minden évben július első 10 napjában van a fazekas tábor. Ez egy országos tábor, tehát abban az értelemben, hogy van egy-két inas is, de általában ilyen kollégákkal együtt szoktuk ezt a tábort tartani, és itt mindig van a táborban egy-két fő, aki teljesen kezdő, aztán van egy-két fő, aki inas, és aztán a többség az általában ilyen 10-20-25 éve már gyakorolja a mesterséget, és ilyen és kurzus ez, amin egymástól tanulunk meg. És tehát erre is lehet jelentkezni, ez is a Facebookon mindig fönt van a márciustól. Az időpontok, meg a részvételi feltételek is. Köszönöm szépen a türelmeteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hogy oda vagyok, érted, az igazat is letagadom, ha kéred, a jég hátán elgyalogolok, hozzád, a kalapomat neked adom, ha jó rád.
hogy oda vagyok. Érted? Érted? Ingyen cirkuszt alakítok, ha kéred, kéred. Átugrom a tűzkarikán, hozzád, hozzád. Csíkos bőröm neked adom, ha jó rád, jó rád. Ez a cirkusz már.